Az ÖPE azt várt ettől a választástól, hogy azok, akik a pártpolitikában csalódottak, nagyon sokan vannak láthatóan. Pécset az országban az egyik legalacsonyabb volt a részvételi arány. Ezen minden pártnak el kell gondolkodnia. Mi azt vártuk, hogy lehetőleg nagyobb arányban tudjuk megszólítani azokat, akik elfordultak a pártoktól, tehát nem mennének el rájuk szavazni, mert szeretnénk a reményt visszahozni ebbe a városba. Nyilván ezt lehetett tudni, hogy a Fidesz győzelmeihez nem fér kétség, viszont az fontos volt, hogy magam is a magam munkájával, eddigi eredményeivel a civil szövetséget húzzam, vigyem a vállamon, és azt gondolom, hogy egy nagyon tisztességes eredményt sikerült elérnünk. Nem ez a kérdés, hogy mi melyik párttal működünk együtt, csak olyan pártokkal működünk együtt, amelyik az általunk is meghirdetett fenntartható városfejlesztési programot akarja megvalósítani. Ebben a városban azt a kb. 1300 civil szervezetet, akik rendkívül értékes munkát végeznek, azt gondolom a jövőben még jobban meg kell becsülni, hiszen a polgárosodás, amit úgy tudom, hogy a Fidesz is zászlajára tűzött, alapeleme az, hogy a polgárok maguk vegyék kezükbe a sorsuk alakítását, ne az önkormányzattól várják el, éljék úgy meg az életüket, hogy ez a város az övék.